Tesi dömping az iskolákban meghosszabbított társasági adópályázatok, ez kérdőjel, 10 milliárdok áramlása a sportba, új 65 ezeres puskás stadion, vagyis csúcsra járhatott sportpolitikai tavasz. Nézzük a részleteket, határidőket, összegeket, stadionépítési ördögöket a részletekben. Bánk el a Parlament Sportbizottságának elnökével, értelmezzük ezt a hírdömpinget. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Eh, egy kérdéssel kössünk Dubes tanár úrhoz, tehát szeptembertől minden napos testnevelés, Így van. és ami az ő félelme is, és ezt oszlassuk el, ha lehet, nincs appelláta, nem lehet lelazsálni? Hogy lesz Csak akkor az értelme, uh -huh. hallgattam hallgattam tanár urat nagy érdeklődéssel, és teljes mértékben egyet értek vele. Ugye azért a családban nálunk is volt motiváció, hiszen gyerekkoromban apám testnevelő tanár volt, és általános iskolában és középiskolában is testnevelés tagozatos iskolába jártam. És láttam ennek az egész rendszernek az előnyeit, és láttam a hátrányait is, hiszen ott valóban, és ebben a tanárunknak nagyon igaza van, ott, nem voltak képzett és felkészült testnevelők, ott, ahogy ön is mondta, lelazsálták sajnos a gyerekek, és ott semmi értelme nem volt. És azt is mondhatom, abban is teljesen egyetértek vele, hogy ahol nincs edzésterv, és nincs egy komplett kidolgozott program arra, hogy honnan, hova akarnak eljutni, ott sem érvényesül, és ott sincs meg a kellő hatása a mindennapos testnevelésnek, de csak akkor van értelme a rendszernek, hogyha valóban a testnevelők is erre kellő felkészítést kapnak. Lesz ellenőrzés is? fontos kérdés. nyilván valamilyen módon, hát ezt ö, oda kell majd figyelni rá, és nyilván, nyilván önkormányzatok, iskolák, fenntartók, tehát valami fajta rendszert ki kell alakítani rá, hogy amíg be nem áll ez a rendszer, addig ellenőrizzék és hogy ne csak ki legyen pipálva, nem? Így van, tehát lesz ellenőrzés, illetve hát nyilván mindenhol az adottságokhoz kell majd igazodni, hiszen ahogy itt szintén az interjúban elhangzott, valóban 300 olyan iskola van, amelyeknek nincs tornaterme, vannak olyan iskolák, ahol szűkösek a kapacitások, mert hál' Istennek sok gyerek van, hozzájuk képest viszonylag szűk a, a tornaterem keresztmetszete, Ezeket nyilván ezeket lajstromba kell venni, és meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a következő 6-8 évben bepótoljuk ezeket a hiányosságokat. Lehetett volna azt is mondani, hogy várjunk, és majd amikor elkészülnek a tornatermek, akkor bevezetjük a mindennapos testnevelést. Én azt gondolom, hogy sokkal jobb döntést hoztunk így, mert bár lesznek feszültségek és lesznek problémák, mégis sokkal több eredményt fogunk tudni elérni, és egyfajta kényszer lesz a kormányon, hogy lépjen előre és haladjunk az infrastruktúra fejlesztésére. Világos. Na most ma itt alapvetően menjünk tovább, mert stadionokat fogunk építeni és adópénzeket számolunk. Kezdjük az adópénzekkel. Tényleg kitolják a társasági adókedvezmény igénylésének pályázati határidejét, amint ezt Cene államtitkár meglebegtette legutóbb egy konferencián, tehát hogy április 1 nem lesz határidő, nem vicc? Nem vicc, nem vicc. Államtitkár úr nem szokott viccelni, vagy hogyha viccel, azt előre jelzi. Meddig? Április 30-ig szeretnénk kitolni, éppen azért, mert látjuk azt, hogy egyrészt a, a felkészülésben vannak olyan problémák, amelyeket kezelni kell. Van egy olyan törvénymódosítás a parlament előtt, amelynek az elfogadása és a hatályba lépése nagyjából április közepére várható, ezért nem akartuk azt, hogy ne egyelő feltételekkel tudjanak indulni a pályázaton a különböző pályázók, hiszen van, akiket érint majd ez a törvényi szabályozás, van, Miről akiket nem. Szó? Három ö, ö, dolgot módosítunk érdemben. Az egyik az egy alap, amely eddig a, a ö, gyakorlatban már alkalmazásra került, akinek köztartozása van, értelemszerűen nem pályázhat. Ezt hál' Istennek a szövetségek eddig így kezelték, de most törvényi szintre emeljük. Ami ennél fontosabb dolog, hogy szigorítottunk a, a pályázati feltételeken, és kikerülendő vagy elkerülendő, hogy máról hónapra alkuló egyesületek, alapítványok is tudjanak indulni ezen a pályázati rendszeren, ezért azt írtuk el, hogy csak két éves működés után pályázhatnak, ami szerintem egyébként helyes a szövetségek, ezzel egyetértettek. Egy dolog, ami elkerült akkor a figyelmünket közösen, hogy vannak olyan átalakuló egyesületek, amelyek eddig egyesületi formában működtek, mától gazdasági működnek, őket is így a törvény kizárta volna, tehát ezt módosítjuk, ami szerintem helyes. Tehát, hogy Egy már működő, de átalakulók esetében ők viszont részt tudják. Így van, a természetesen, és hiszen a lényeg az, hogy működött már az utánpótlás nevelés ezekben az egyesületekben korábban. A harmadik, azt pedig a kormány kérte, hogy eddig 500 millió forint volt az a limit, ami fölött a két miniszter, a nemzeti erőforrás miniszter és a nemzetgazdasági miniszter hozzájárulása kellett ahhoz, hogy igénybe vehessék ezt a kedvezményt a pályázók. Most ezt 300 millió forintra szállítjuk le. Egyfajta erősebb kontroll lesz annak érdekében, hogy a költségvetési keretet ne haladja meg a megítélt pályázatok nagyságrendje. Mert hogy meg fogja haladni? E, nagyon remélem, hogy nem. Már arra gondolok, hogy itt múltkorjában olvastam egy interjút a, az adóhatóság elnök helyettesével, aki azt mondta, hogy az, ő az adóbevétel kiesés oldalon több mint 40 milliárdal számol. Nem tudom, hogy mi alapján számolta. Meg Neki valószínűleg... az a dolga, hogy aggódjon. Világos. Szerintes. Ez nem is, nem is probléma jobb is, hogyha ők aggódnak. Általában nem, ez a minisztérium is inkább aggódó arcot mutat. Az összesített adatok alapján azt kell mondjam, hogy a szövetségektől beérkeztek a 2011-es adóév felhasználásával kapcsolatos információk, és ezek gyakorlatilag kevesebb, mint 25 milliárd forintnyi tényleges és felhasznált adótámogatásról beszélnek. Nyilván elvileg még maradhat május végéig eh, valamennyi, de miután a társasági adó feltöltést december eh, közepéig kellett teljesíteniük a cégeknek, én azt gondolom, hogy ez már nem lesz nagyságrend. Ez mennyi lesz a következő évben, mennyire emelkedhet, hát, hogyha nem 40 lesz? Az. Hát a következő évben nyilván még több pályázat fog beérkezni, mint amennyi most beérkezett. Érdemben nem nagyon emelkedhet, mert körülbelül ez a határ, amiről beszéltünk a törvény elfogadásánál is, ez a 25 milliárd forint az, amit elbír a költségvetés. Világos, akkor ezt fogja ilyen módon tartani ez a kontroll, ez a 300 millióra levitt miniszteri odafigyelés kontrollja. Azt mondja meg, hogy még egy a, a, ki, a kitolás, mármint a határidő kitoláson, és nem, nem egyéb kitolás miatt. Szóval, hogy, hogy, van olyan, hogy, hogy az egyesületek is lassúak, még azért ez nekik segíteni fog, mert akik kicsit bénáztak esetleg, egyesek? Hát nézze, azt mondom erre, hogy az ember halandó, mi is minden alkalommal, hogyha visszaemlékezünk, akár vizsgai akár egyéb feladatok teljesítésére, mindig az utolsó pillanatra hagytunk minden. ebből kifolyólag elég nagy kapkodás volt. Ugye folyamatos a pályázati határidő, tehát elvileg már hónapok óta beadhatták volna, de ez nem történt meg. Most a törvényben egyébként ezt is konkretizáljuk és meghatározunk, hogy mettől, meddig érkezhetnek be ezek a pályázatok. Hát ha ezzel arra tudjuk inspirálni az egyesületeket, alapítványokat, hogy ne hagyják az utolsó pillanatokra ezt. De mondom, nem elsősorban ez motivált bennünket, hanem az, hogy szerettük volna, hogyha a törvény elfogadásával összhangba kerül, a, vagy a törvény módosításával összhangba kerül a pályázati határidő, és valahogy talán ez az április 30 ez a későbbiekben is majd ez eh, lesz. jobban kezelhető lesz stadionépítés. Nemrégiben azt mondta egy konferencián, hogy sportinfrastruktúrával Budapest áll a legrosszabbul. Na most elvileg ülői út, és úgy tűnik, hogy fix egyes, hogy új puskás stadion. Miért végül is a 65 ezeres nagyobb verzió mellett döntöttek? Vagy dönteni, fognak dönteni? Hát ezt meglátjuk, szerdán dönt a kormány. Én azt gondolom, hogy most ez még mindig csak egy elméleti szándék. Ugye nem látjuk a konkrét számokat. Azt tudni kell, hogy a stadion beruházásoknál egy bizonyos nézőszám fölött exponenciálisan nőnek a költségek. Én magam az európai példák alapján azért álltam eddig is a 40-45 ezres és egyébként 60-65 ezres bővíthető stadion pártján, mert azt gondolom, hogy beruházási költség tekintetében talán ez lehet a hatékonyabb. De ezek elméletek, ki tudja, lehet, hogy az elmúlt két évben annyit változtak a különböző technológiák, hogy egy fix 65 ezer stadionnak a beruházási költségei se lesznek jóval magasabbak. Azt gondolom, hogy ez a végső döntés majd e tekintetben a beérkezett kivitelezői pályázatok elbírálása során történhet meg. Az kétségtelen a kormány szándéka az, amivel én maximálisan egyetértek, olyan stadionunk legyen, amelyben Európa Liga döntőt, Bajnokok Ligája döntőt, és esetleg majd egy Európa, akár egy labdarúgó Európa bajnoki döntőt is meg tudunk rendezni. Ehhez pedig kell egy ekkora méretű befogadó képesség. Ergo most a kormány a 65 ezeres szándékról fog dönteni. Így van. Ami nem jelenti azt feltétlenül, hogy 65 ezer stadiont építenek majd első menetben, igaz? ha jól értem. Így van, ez Lehet, megint. hogy egy 40-45 ezeres, ami bővíthető majd 65 ezeresre. Így van, így Tehát van. Nem biztos, hogy kapásból most a 65 ezeres fogják Azt gondolom, műző. hogy a legjobb megoldást kell választani, amely költi, költséghatékonyság szempontjából a leget elfogadhatóbb, és a leginkább forrás kímélő. Meglátjuk. Azt gondolom, ugye ez egy hosszabb menet lesz még. Tehát most egy tervpályázat kerül kiírásra, egy ötletpályázat, ami a, a stadion külső látványterveire vonatkozik. Aztán jön egy hosszabb időszak, nagyjából egy olyan hat hónap, amíg a kivitele tervek el tudnak készülni, és ha megvannak a kivitele tervek, akkor lehet kiírni a kivitelezői tendert. El fog férni kényelmesen ez az új stadion a régi mellett, a, ugye, a, az aréna és a, az aréna és a, a régi, régi stadion között. Gondolok arra, hogy itt beszélgettünk legutóbb Muzbek Mihály sportközgazdásszal, aki felhívta a figyelmet arra, hogy nyilvánvalóan a parkolóhelyek, 5-7 ezer parkolóhely, Dózsa -György út szélesített, hogy rengeteg olyan szempont van, hogy nagyon oda kell figyelni el fog férni? Elég az a hely? El fog férni, a tervezők egy intető álláspontja az, hogy elfér. Nem is igazán lehet más helyen, hiszen a szinergiákat itt tudjuk ezen a helyszínen a legjobban kihasználni. Ugye ott az aréna, annak eleve van egy parkolókapacitása, megépül az új stadion, eleve lesz egy jelentős föld alatti parkolókapacitása. Úgy össze lehet hangolni a két kapacitást, hogy nagy rendezvények esetén, akár az aréna szükségleteihez besegíthet majd a Puskás stadion, illetve a Puskás stadion igényeihez majd besegíthet az aréna. Tehát azt gondolom, hogy ez az optimális megoldás, és mondom még egyszer, a tervezők azt erősítették meg, hogy ott elfér az új stadion azon a helyszín. Jól érzékelem, hogy itt egy olyan jövendő olimpiai sportcentrum kezdeményeit látom, ami egy jövendő olimpiai pályázatnak is az alapja lesz? Ez pontosan így van. Mikor lesz? Ezt ez? mindig hangsúlyozzuk, hogy itt nem egy stadion van szó, tehát nem csak a Puskás stadion építéséről Dönt a kormány, hanem a itt egy több mint 35 hektáros területről beszélünk összességében, eh, ahol az első lépés lesz a Puskás Stadion megépítése. A második lépcsőben vagy részben talán ezzel párhuzamosan a régi stadionnak az átalakítása egy Atlétikai stadionnál. Eh, lesz egy kerékpáros stadion, amely szintén már régóta eh, központi kérdés, és szeretnénk ugyanerre a helyszíne, a, a egyéb sportágaknak kardozók, vívók, birkózók, ökölvívók új e, csarnokot építeni, és egy nagyon fontos beruházás, egy új úszó- és vízilabda centrumnak a megépítése, ami szintén ez az, 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 az is, is itt lenne. Így van. Tehát amiről most egyelőre a megyeri hídnál álmodoztak, az majd itt lenne. Erre, a kormány erre a helyszínre szeretné. Olimpiai orientálni. pályázat akkor mikor ebből? Hát azt még nem tudom megmondani, az nyilván a gazdasági e, erőkérdése is. Ha optimálisan alakulnak az események, akkor én nagyon remélem, hogy középtávon már egy olimpiai pályázat beadásáról is tudunk gondolkodni. Viszont utolsó utáni kérdésem, az új Puskás stadionban Orbán Viktor vágyai bekövetkeznek-e 2016-ban -e ott meccset nézni? Hát én biztos vagyok benne. A mostani időzítés szerint egy 2016-os Európa Liga vagy Bajnokok Ligája döntő az megrendezésre kerülhet a Puskásban. Így legyen. Köszönöm szépen, jó munkát!